Teleszkópokkal felszerelt, több váltófokozat van rajta. Mi az egyedi dolog rajta? Az egyedi, ez ugye egy enduro típusú kerékpár, amiről azt kell tudni, hogy a downhill szakákban ezt is körülbelül ugyanúgy lehet használni, mint a downhill kerékpárokat, annyi különbséggel, hogy a hátul található rajta egy viszonylag magas fogaskoszorú, amely segítségével felfele is könnyedén lehet menni. Aztán még található rajta ugye egy hátsó teleszkóp, egy első teleszkóp, hidraulikus fékek, amelyek akár egy ujjal is teljesen jól adagolhatók, és megáll a kerékpár. Ugye vannak rajta ezek a vastagabb terepgumik, ugye ez a tapadást segíti elő a kanyarokban. Az enduro egyre fel kerékpárok azon örök fiatal bringásoknak nyújt örömöt, akik a meredek kaptatókat szeretnék meghódítani, miközben az erdő, természet szépségét is szeretnék kiélvezni. Ezen kerékpárokra jellemző a hátsó nagy fogaskeréksor, 14-16 cm rugóút, és a minél könnyebb, annál jobb elv. A sportág egy fiatal, bicskei szerelmesét kérdeztük, Kauda Ákost. Köszönjük, hogy szabadidődet feláldoztad, és egy riporterreig rendelkezésünkre állsz. Mesélj egy kicsit az előzményekről. Mikor kezdődött nálad az egész bringás őrület? Hát nekem ez a kerékpáros őrület egy ilyen 4-5 éve kezdődött, amikor megláttam így az interneten a profi kerékpárosokat, ahogy űzik ezt a sportot. Aztán apránként én is próbálgattam, és most itt vagyok, ahol vagyok. Ugye, de nyugtassuk meg a nézőket, tehát ez nem úgy kezdődik, hogy veszek egy mountain bike-ot. Nem, nem. Hanem azért ugye a te szakágod az az enduro. Beszéljünk egy kicsit erről, hogy ez mi konkrétan. Aki a városi kerékpározásban van otthon, te azért kicsit más környezetben versenyzel. Hát ez úgy néz ki, hogy általában hegyről lefele erdőben jövünk kerékpárral, és én úgy kezdtem személy szerint, de szerintem minden kerékpáros társam, hogy először egy viszonylag egyszerű hétköznapi bicajjal kezdtük, aztán lépegettünk fölfele, és teljesítménnyel egyenesen, arányosan fejlődtünk kerékpár szintjén is. Jó, most ez ott tart, hogy nem is olyan régen volt egy nemzetközi verseny, ugye, ahol több bicske is részt vett, te is a csapat tagja voltál. Mesélj egy kicsit az ottani tapasztalatokról, meg hogy is zajlik egy ilyen verseny? Ez nekem a negyedik versenyem, így magyar szinten. Ez úgy történt egyébként, Cserépvár alján zajlott, az Egertől egy 10-15 kilométerre van körülbelül egy kis falu. És úgy zajlott, hogy oda mentünk szombat reggel, nevezni kellett, majd a nevezés után elkezdtük felállítani a sátrakat, tehát egy depót alakítottunk ki. Ott ugye a kerékpárokat szervizelni tudjuk, meg az alkatrészeket tárolni, esetleg pihenni, amikor a két kör között például. És utána, beöltözés után fölmentünk ugye a hegyre. Ez úgy zajlott, hogy mivel a jelenlegi helyszínen nem volt felvonó, ezért teherautókkal szállítottak föl minket, úgy versenyzőket, és mikor fölértünk a hegyre, akkor ugye körülbelül egy 5 perces tekeréssel, meg kis tolással még följebb a váromnál indultunk le, ott kezdődött a pálya, és ugye így mentük a köröket. Ez milyen hosszú pálya volt pontosan? Hát, körülbelül egy olyan kilométer lehetett, igen. És körülbelül. Akkor ez a szintidő, amennyire te leérsz, ez másodpercekben? Hát, 59 és 1 perc között volt az én időm, igen, igen. Uh-huh. Most ez így egy fél év kihagyás után, sajnos nem sok időm volt edzeni rá, de megtettem minden tőlem telhetőt. Azon kívül, hogy a szüleid minden nap elmondják szerintem, hogy kisfiam, vigyázz magadra, igen, igen. Azon kívül mi doppingolt téged ebben? Mert azért itt az adrenalin pörög. Tehát onnantól kezdve, hogy elindulsz magasról, a fék az
csontig behúzva, tehát az, ha fog a fék, akkor rendben vagyunk. Igen, igen. De mit érzel te egy verseny közben? Inkább beszéljünk még arról, hogy azért mivel a sebesség azért eléri azért a 25-30 km/h. Van az följebb is némelyik szakaszoknál, például van, amikor 60-70 km/h-val is megyünk, ez egy egyenes lejtős szakasz. Igen. Hogy mi dopingolt téged? Hát ami dopingol az, hogy hát eleve szeretem ezt a versenyélményt, amiben hát mondhatom, hogy azért kezdő vagyok, de kezdek azért belecsöppenni, és nagyon élvezem is. Szeretek magam elé állítani célokat, amiket elérek, és tulajdonképpen ez az, ami dopingol. És amikor egy ilyen hosszú pályán azt mondod, hogy jó, belefértem az egy percbe, vagy kicsit, az úgy cél, tehát az úgy reális? Az úgy cél. Általában kitűzök egy bizonyos célt, mondjuk vannak ugye a profi versenyzők, én mondjuk magamat egy haladónak, egy középhaladónak mondom, és a profi versenyzők idejéhez képest egy időt beállítok magamnak, hogy mi az, amit szeretnék teljesíteni, és ha azon belül megyek, akkor öröm van. Ákos, hol lehet erre gyakorolni, Irvicskén? Mert hát, ugye hegyekkel körbe igen, vagyunk védve. Igen. Hát legközelebb Csapdin van, aprócska kis nyomok ott a Csapdin is a Rom fölött, ott szoktunk néha gyakorolni, de itt Magyarországon belül inkább Budapesten, Sopronban, Lillafüreden vannak ilyen pályák, ahol érdemes gyakorolni. Azok már egész rendes kis pályák, és egyébként külföldön vannak az olyanok, ahol igazán átérezhetjük ezt a kerékpáros érzést. Amikor ezt a riportot megnéz valaki, az lesz az első kérdése. Na, Ákos is jó pár szóm elesett. De hát ugye azt nyugtassuk meg a nézőket, tehát rajtad azért van védőfelszerelés. Ugye tért, könyökvédő, hát gerincvédő, sisak. Igen. De a bringa, meséljünk arról, ugye mondtad, hogy a depóban vannak alkatrészek. Azon kívül, hogy valaki elvisz magával egy új gumiszettet, mi kell még oda? Hát szoktunk vinni külön kerekeket is gumikkal, van amikor ugye vannak ezek a rendes, úgymond alap terepgumik. Sáros időre vannak külön sárgumik is, amik ugye egyértelműen a sárban való tapadást segítik. Szoktunk vinni ugye szerszámokat, amit ugye az előbb említettem, meg hát ugye ezek az alapalkatrészek, amik tehát például egy fékbetét, ami ugye kophat, és általában ezekről van itt szó. Igen, igen. Ugye ez egy alumíniumvázas bringa. Ez az, igen, igen. Ennek a súlya? Súlya olyan 14-15 kg, igen, igen. Azért föl lehet kapni, igen. Tehát van egy súlya, de tűrhető, igen. Ezzel gyakorolsz is, meg ezzel jársz versenyt. Igen, igen, igen. Hát régebben volt egy kifejezetten gyakorlós bica is, de most attól megváltam körülbelül egy fél éve, és most maradt ez, igen. És hogyan tovább? Te mi az a, nem mondhatod, hogy célok? Mit lehet ebbe megítésed szerint elérni? Hát szeretnék közeljövőben bekerülni egy magyar csapatba, ahol licenszel, azaz versenyszerződéssel versenyezhetek. Aztán a szlovák kupákra például kijutni nagyon nagy dolog lenne számomra, és további versenyeket, jó időket menni. És a magánéletben, ott mi a helyzet? Ugye te felcsútrajás suliba? Igen, igen, igen. Ott most hányadik a suli? Most évvesztesen 9-es vagyok. 9-es. Igen. Tehát akkor elvileg a tanulmány eredmények mellé csak egy jó sport. Igen. Hát most egyenlőre az. Jó program. Igen, igen, igen. Na hát Ágos, mi sok sikert kívánunk. Nyomon követjük itt a versenyeket, és amint olyan aktuális dolog lesz, beszámolunk róla. Rendben. Köszönjük. Köszönjük.